Folytatódik tehát az OTP Bank Liga 22. fordulója, jön a második mérkőzés. 13-szor egymás ellen az élvonalban a Zete és a Kátia. Kis, pont januárban Kecskemétről tette át a székhelyét Zalaegerszegre. Kis, ráfordul és gólt lő volt csapatának. Rossz a kifejelt labda, és egy átvételt követően Kis ráfordul. Érzésem szerint egy picit meglepi ezzel Vargát meg az egész vendégcsapatot. Mance eléri még, vissza is tudja tenni. Az nem rossz, kapu fölé. Belényesi vissza. Kroáziig jut. Ő meg oda emeli Mancéhoz. Mance egyből! Pont középről jöhet a szabadrugás, ezt elrúghatja jobbal Szendrei, vagy ballal Kroázi is. Kroázi ballal bele a sorfalba, ez már jobb volt. Kroázi kap egy paszt, és jön mellette Mance lendületből. Kroázi jobb lába felé cselez, Kroázi lövi el, gól! 2-0! Horváth elveszíti, és olyan játszi könnyedséggel, gyakorlatilag kocogva jöttek előre az egerszegi játékosok 6 kecskeméti játékossal szemben. Itt viszont Kroázi ritmust vált. Horváth Krisztófer kicsiben ezúttal Banó Szabóval. Zsótérnek a legurítás. Zsótér rúgja rá, nagy védés! Dombó tolta ki. Jön az indítás Mancénak. Mehet lendületből. Hosszunk ketten is várják. Mance ellövi inkább. Varga véd. Jó a váltás, Mayer. Beadása Helmik előtt. Ott van még Zeke, gól! Zeke lövésébe már csak úgy tudnak hozzáérni, vagy beleérni, hogy lejjebb kerül a labda. Hát ha nagyon akarjuk, akkor ez Mayer gólpassza is lehet. Hadida. Mance jöhet befelé, Hadida mögé kerül. Mance ballal, van fejes. Vágó szerzi meg, hogy inkább pattan hozzá. Horváth lövi rá, dombó. Gruber tovább. Mance. Mance ballábán ellövi, az kijön, gól! Dombótól jön előre, Gruber és Mance csinálják meg. Mance kifelé cselez, és a lövése után Vargáról Gruber elé pattan, aki megelőzi a védőjét. Zeke. A beadás. Azt még el lehet lőni, bele az emberbe Mayer kísérlete. Csókáról vágódott le. Jön az ismétlés, Zeke fejjel fölé.